Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai első vendégem Ambrus Attila. Üdvözöllek a műsorban. Egyébként így ismernek inkább, vagy viszkisként? Vagy a viszkis tudják, hogy ő Ambrus Attila? Hát eléggé megosztó a személyiségem e tekintetben is. És nyilván van egy generáció, főleg a fiatalok, akik azért nem igazából tudják, hogy ki az Ambrus Attila, de mivel ugye készült rólam egy film, ezért azért a fiatalok is azért nagyon sokan látták, és ebből a szempontból szerencsém van, de kétségkívül a kettő együtt működik. Tehát ugye én már úgy fognak engem eltemetni, hogy a viszkis, sajnos. Tehát kaptam egy dobozt, egy skatulyát, egy polcot, abból nagyon nehéz kimászni. Ez neked kellemetlen, hogy viszkisnek hívni? Tehát ez pejoratív? Ez gúnynévnek szánják? Már megszoktam egyrészt. Én azt gondolom, hogy olyan világban élünk, hogy mindig volt előítélet, és mindig is lesz előítélet. Amivel nem tudok mit kezdeni, én igyekszem ezzel ellen küzdeni, hogy ne a múlt ad alapján ítéljenek meg, hanem a jelenben tett dolgaid miatt. Viszont ha most bosszankodom, attól nem vagyok beljebb. Tehát én megmondom őszintén, már évek óta elengedtem azt a problémát. Nem is nézem meg a kritikai beszólásokat. Úgy vagyok vele, hogy nyilván nem tudok mindenkinek megfelelni, igyekszem a családomnak, a közvetlen környezetemnek megfelelni, és hogyha ez sikerül, akkor onnantól kezdve az, hogy valakinek nem tetszik a fizimiskám, visszakérdezek, valószínűleg nálad is előfordul az, hogy a szomszédoddal vagy a exnőddel problémák vannak, és ő meg különböző jelzőket használ, ugye nem nagy nyilvánosság előtt, de nem tudunk mindenkinek megfelelni. Aki ismer, az tudja, hogy miről vagy híres, miről vagy ismert. Én ebben nem is szeretnék belemenni. Én ugorjunk egy picikét. Volt egy csomó minden, amivel tele volt a tévé, a hírek, az újság. Nagyon kíváncsi lennék arra a pillanatra, amikor a bíró vagy bírónő meghozta a végítéletet, és azt mondta, hogy akkor most a következő néhány évet azt te egyedül fogod. Ez barokkos túlzás, bocsánatom, hogy közbeszólok. Ugye nyilván az első fokon bírónő ítélt el, és azzal egy nagyon jó nexus alakult ki, ugyanis még könyvet is dedikáltam neki. Kaptam 15 évet, és megmondom őszintén, meg voltam elégedve. Tehát nem éreztem azt, hogy a 30 bankrablásnál azért ott rezgett a léc. A 15 év úgy voltam vele, hogy osztok, szorzok, ha esetleg valamit kezdek magammal, ugye innentől kezdve már olimpiában számoltam az időt, és úgy voltam vele, hogy hát ugye három olimpia, egy fene, aztán még egy pici plusz. De amikor a másodfokon kaptam egy vérbírót konkrétan, aki korábban embert is akasztatott, ugye még a régi Átkosban, ő még rám pakolt 2 évet, és semmi olyan körülmény nem volt, ami miatt még megérdemeltem volna ezt a 2 évet, és akkor nem értettem a dolgokat. Tehát amikor az embernek kimondják, hogy 17 év fegyház, akkor éreztem egy olyan nyomást, hogy tulajdonképpen, mintha a legfelsőbb bíróságnak a mennyezete 3 méterrel lejjebb lett volna, és a vállamon lett volna ez a nyomás, mert bíró nem tudta konkrétan megindokolni. Volt egy bíróság részül egy olyan elvárás, hogy példát kell statuálni, és ugye utána több bíróval, ügyésszel beszéltem, akik egyrészt ismerték ezt a bírót, másrészt meg egyrészt ki volt adva szerintem központilag, hogy el kell kaszáljanak. Tehát ugye egyrészt olyan dolgot csináltam, amit nem biztos, hogy szerencsés lett volna, hogyha követőim lennének ezen a téren, és itt mindenféleképpen itt egyfajta példastatuálást kellett, egyfajta precedens kellett, ugye nyilván nem angolszász jogrendszerről beszélünk, ugye európai jogrendszerről beszélünk, de valamilyen szinten ennek megállt kellett parancsolni, mert ha belegondolsz, nagyon sokan velem szimpatizáltak, nagyon sokan kedveltek, nyilván volt egy rész, aki nem, de összességében a bíró adott úgy még plusz 2 évet, hogy se ő, senki nem tudta megindokolni, ez pusztán arról szólt, hogy a csávot ki kell vonni a forgalomból. Ugráljunk egy picit az időbe. Ugráljunk. Van hová. Sajnos. Elkezdted ezt a 17 évet, és hát borzasztó nagy nyomás lehetett. Egy fiatal emberről beszélünk, aki előtt még ott van az élet, talán így azért másképp álltál te is ahhoz, hogy számolgattad, hogy ugye azt mondtad, hogy olimpiában, de rengeteg helyen elmondtad már, hogy illetve tudjuk is, hogy képezted magad, olvastál, illetve ami engem nagyon érdekelne, az az, hogy elkezdtél egy szakmát tanulni, egy olyan szakmát, amiből jelen pillanatban is
megélsz, élsz. Gondolkodtál azon, mi lett volna, hogyha nincs ez a lehetőség? Hogyha csak mosoda van éppen abban a fegyházban? Jó kérdés egyébként. Néha megfordul a fejemben, hogy tulajdonképpen a feleségem szoktam mondani, hogy biztos szerencsés vagyok, mert rengetegszer elhagytam a pénztárcámat, most nemrég a gyereket elvittem korcsőpelre, és elhagytam a telefonomat, de megtaláltam. Már többször a bankban letiltottuk a kártyámat, mert ugye mindig le kell tiltani ilyenkor. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, és ezt nem azért mondom, mert közhelyeket akarok pufogtatni. Nekem akkor a börtönben az volt a szerencsém, hogy indult egy 3 éves képzés. Szerencsés vagyok sok tekintetben, és azt gondolom, hogy itt a börtönben is a szerencse úgymond megtalált. Bejött a börtönparancsnok is, érezték, hogy problémás elítélt vagyok. Ugye folyamatosan csináltam a programokat az őröknek, és úgy gondolták, hogy le kell kössenek valamivel, mert különben ők is megőrülnek, én is megőrülök, és ugye az őrök nem szerették írni a jelentéseket, ugye akkor az azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálnak, ráadásul egy olyan helyről szoktam meg, onnan senki nem lépett meg, és hát piszkosul tartottak attól, hogy itt is csinálom, ugye elvittek új helyre, sátorolj helyre, ez az ország legszigorúbb fegyintézete, és ott gyakorlatilag, hát ugye Magda Marinkó zárkától kezdve, tehát ugye végigjártam ezt az egész szigorított részt, tehát 4-es bécsés voltam, az azt jelenti, hogy 4 fokozat, és az utolsó pillanatig egyedül sétáltam, egyedül tanultam, egyedül végeztem el a különböző iskolákat, és a képzés kapcsán jött a parancsnok is, mondta, hogy indul egy ilyen képzés, mit szólok hozzá, és mondom, ne szórakozzon, mondom, én nem fogom összekoszolni a kezemet, tehát mégis mit képzel, és azt mondja, semmi gond, aztán van még 15 éve nézheti a falat. És akkor így osztottam, szoroztam, mondom, hát 15 év, az mondom, gombózból is sok, valamit kéne kezdek magammal is. Azt gondolom, és azt hiszem, és ez a legfontosabb ebben az egész történetben, hogy egy ingerszegény környezetben nagyon fontos az, hogy az ember valamit kezdjen magával. Nyilván mindenkinek van egy tehetsége, egy affinitása bizonyos dolgokhoz, de nyilván én nem leszek atomfizikus valószínűleg, nem leszek űrhajós, tehát tudom azt, hogy meddig terjed a mozgásterem. Viszont ahol nincs mozgástér, ott nagyon fontos, hogy megtaláld azt a pontot, amiből van sikerélményed. És a kint életben is fontos a sikerélmény, nem csak bent a börtönben, hanem kint is fontos az, hogy a munkahelyeden megbecsüljenek, a főnököd ne cseszegessen, hogy legyél a családon belül is sikeres, tehát ne az legyen, hogy hazamész és az asszony leugatja a fejedet, hogy hol a lóvé vagy megint a kocsmába voltál. Tehát én azt hiszem és azt vallom, hogy az ilyen emberek befordulnak, befeszülnek, ha viszont van visszaigazolás és van visszacsatolás, akkor mindenki működik. És én az börtönben ebből a szempontból is szerencsés voltam, mert volt sikerélményem, és gyakorlatilag utána elvégeztem ezt a képzést. 16-an tanultunk, abból 9-nek, ha jól emlékszem, én csináltam a vizsgamunkáját, és utána még 6 évig dolgoztam önkormányzatoknak, óvodáknak, különböző rendeléseket abszolváltam, és egyáltalán örültem, hogy van munkám, tehát karácsonykor többek közt, szilveszterkor, tehát a nagy ünnepekkor, húsvétkor mindenki le volt zárva a börtönben, egyedül én dolgozhattam, mert ugye többnyire jöttek különböző olyan megkeresések is, ugye jöttek különböző civil szervezetek a börtönben, delegációk, államtitkárok, és azoknak többnyire én meg egy-két festőcimborám csináltuk a repi ajándékot, és ilyenkor mindig azért a börtön vezetése mindig azért a segét féltette, és félt attól, hogy nem lesz kész az ajándék, és ezért mindig dolgozhattunk. És én hálás vagyok a mai napig a vezetőknek, hogy az, mondom, az egész börtön le volt zárva, és az egész sztoriban az a legszomorúbb, hogy akit ugye bezárnak, és főleg családja van, az ünnepek azok nekik nagyon-nagyon síralmasak, és nagyon keservesek, mert ugye nem lehetnek a családjukkal. Az, hogy miért kerültek oda, nyilván nekem nem tisztem minősíteni, de a börtönben ez a legnehezebb időszaka. Ha be vagy zárva, és családod van, és te meg bent ülsz egy nyomorult zárkában, ahol vagytok 6-8 tízen, és egymással szórakoztok már ahelyett, hogy elmennél és dolgoznál, de ugye vannak szabályok, és ugye nyilván a börtönben is ugye a munkavédelmi, meg egyéb más törvényeket be kell tartani. Viszont én ebből a szempontból ott is megint szerencsés voltam, mert dolgozhattam. Említetted a családot, és hogyha ugrálásról beszélünk, amikor még ezt megtehetted, ugye még a börtönévek előtt, akkor te bejártad a félvilágot. Ugye megvoltak rá a lehetőségeid. Támogattak a bankok. Már bocsánat. És a humorod megvan. Azt se titok, ugye, hogy te erdélyi származású vagy. Milyen a kapcsolatod azóta is, illetve azóta meg pláne az Erdéllyel, vagy a külhoni magyarsággal?
Nyilván ugye a Covid miatt most itt azért felborult nem csak az én életem, hanem nagyon sok embernek az élete. Én többnyire már a temetőbe járok haza, ugye nagymamám, illetve édesapám ott már el van temetve, édesanyám Nagyváradon él, vele sokáig nem beszéltem hosszú éveken keresztül, mert én nem jött el az esküvőmre. Azóta rendeztük a sorokat, és most már beszélő viszonyban vagyunk, megnézte az első gyerekemet, tehát tulajdonképpen helyreállt a béke. Járok piacozni, most voltam Kolozsváronnak, Kolozsvári Magyar Napokon nyáron, meg Szentgyörgyre szoktam járni, szintén egy nagyon szentgyörgyi vásárba. Tehát nekem kell az erdélyi levegő, kellenek a hegyek, kell a Hargita, tehát ahhoz, hogy fel tudjak töltődni. Nem kell sok, de évente 2-3-szor azért haza kell mennem, hogy egy picit feltöltődjek, és kell az embernek ez az anyaföld féle érzés, meg az, hogy tudod azt, hogy hol születtél, és nyilván most nem ott fogok meghalni, mert ugye megbeszéltem a feleségemmel, hogy hol fogja a hangvaimat elszórni. Viszont hol fogsz meghalni? De ezt még nem tudom, mert sajnos nem. Mert ha megbeszéltem a feleségem. Igen, megbeszéltem a feleségem, akkor lehet, hogy ő már tudja, hogy hol fogok meghalni. De tudja, hogy megbeszéltük, hogy a hangvaimat hol fogja elszórni, és az hasonló, hogy én szintén a Pilisben élek, és ahol lakunk, ott több száz méteres dombok, most úgy mondom, hogy dombok, mert ez nem hegyek, ugye az Erdélyhez képest, és ott van egy nagyon szép kilátó, és ott van a Pilisben azért most sokan felsziszentek, hogy Attila. Bocsánat kérek a pilisi lakóktól, de számomra ugye 6-700 méter az ilyen dombmagasság, de megvan egy nagyon szép kilátó, és ott beszéltem meg a feleségemmel, hogy... És ez azért jó, mert ugye van most már két gyerekem, és tulajdonképpen nem kell Erdélyben hazazarándokoljanak ahhoz, hogy a hangvaimat esetleg, vagy megemlékezzenek rólam, hanem elég, hogyha fölmennek a utca végében, ugye én kb. 30 méterrel lakom a Nemzeti Parktól, tehát tulajdonképpen kint lakunk az erdőszélen, és ez nekem olyan, mint hogyha a Hargitán élnék, illetve Erdélyben élnék. A temetőn kívül egyébként tartod-e kapcsolatot erdélyekkel? Tehát, hogy van-e olyan dolog Erdélybe, hogy is mondjam, a börtönévek után hogy tekintettek rád Erdélyben? Mondták azt, hogy ő a mi fiunk, mi kutyánk. Nyilván ott is megosztó ember vagyok. Tehát egy része kedvel, egy része nem kedvel, tehát nem tudsz mit csinálni. Tehát ugye van, aki kedvel, az a régen is kedvelt, van, aki nem. Az a helyzet, hogy én vagyok az első migráns, ugye 88-ban disszidáltam, tehát tulajdonképpen én egy picit a koromat meghazudtoltam, és szoktam mondani, hogy ugye most mindenki Moszkba jár, de mondom, én 20 évezet már Moszkba jártam, tehát most már tehát egy picit ilyen előre megyek a történelemben, illetve vissza. De az a helyzet, hogy senki nincs, tehát ugye 88 óta több mint 30 éve itt élek, illetve különböző börtönökben, tehát nincs otthon már olyan kapcsolatom, hogy azt szívesen hazamenjek, és akkor most régi cimborákkal beüljek egy kocsmába, és akkor majd ott nosztalgiázunk. Van egy-két régi hokis társam, akikkel még együtt jégkorongoztam, azokkal hébe-hóba találkozom, de nincs meg az a közvetlen kapcsolat. Tehát például a gyerekemnek a keresztapja, aki edző Újpesten. A börtönben többször találkoztam vele, mint kb. 200 méterre van a nyaralójuk, ahol én élek. És nem viccelek, idén kétszer találkoztunk, tegnap beszéltem vele, hogy figyelj, mondom, ez vérgáz, hogy itt élünk egymás mellett, itt a nyaralótok, te mész a csapattal balra, én meg megyek piacozni jobbra, tehát nincs kontakt, most karácsonykor fogunk találkozni, de én azt hiszem és azt vallom, hogy nem kell az embernek sok barát. Tehát hogyha 2-3 barátod van, az bőven elég, mert hogyha ezt tartalommal akarod megtölteni, akkor az éppen elég, hogy 2-3 emberrel együtt legyél. És én ezért is vagyok szerencsés, mert sok egyéb mellett, mert a börtönben ezek az emberek végig mellettem voltak. Egy-két ember lecsúszott róla erről a baráti körről, vagy kicsúsztak a Pixisből, meg valószínűleg nem értettünk hosszú távon egyet, de a 80%-a, akik korábban is bent voltam és támogattak, azok mai napig megvannak. És hiszem és vallom, hogy nélkülük ezt nem tudnám csinálni. Tehát ugye, amikor kijössz a börtönből 37 ezer forinttal, hova az anyádba mész? Elmentem a pártfogóhoz, és ő közölte, hogy hát ő annyiban tud segíteni, hogy megmutatja, hogy merre van a hajléktalan szálló. És ez nem az ő hibája. A rendszer alkalmatlan arra, hogy valakit visszailleszenek a társadalomba. Ha nincsenek barátok, nincs az a fajta köldögzsinór a külvilág és a benti világ között, akkor tizenvalány év után kimenni minek? Költői a kérdés, nyilván nem fogok választ válni tőled, de én azt hiszem, hogy pont ez az egésznek a lényege, hogy a börtön vezetésű a rendszer igenis arra nagyon figyel oda, hogy ezek az emberek előbb-utóbb szabadulnak. Van azt hiszem 60-70, talán 80 ember, akik valóban nem jönnek ki. Nyilván nem azért, mert fütyültek a templomban, ők valószínűleg megérdemlik, hogy bent maradjanak életük végéig, de a többi ki fog jönni.
És az a helyzet, hogy én ezt tapasztalom és ezt látom. Én például évekig jártam be, van egy cimborám, akinek igyekszem segíteni, és a korábbi börtönparancsnok megengedte, hogy bemenjek. Az új börtönparancsnok nem engedi, hogy látogassam a cimborámat. Elsősorban nem őt segítem, hanem a lányát, de közölték, hogy én egy bűnöző vagyok, és én nem mehetek be a börtönbe. De mondom, nem bankot akarunk kirabolni, meg páncélautót, hanem próbálok rajta segíteni, meg hogyha kijön, akkor esetleg munkát adni. És ő érdekes módon nem enged be. Tehát ezért mondom, hogy ez egy érdekes világ, hogy meg kell találni azt a lehetőséget, hogy mindenkinek kell adni legalább egy lehetőséget. Lehetőséget említed. Amikor vége lett ennek az egésznek, akkor gondoltál arra, hogy Erdélybe menj? Gondoltál arra az utolsó hónapokban, hogy itt hagyod az egészet, és a számtalan vagy számos országban, ahol jártál, ahová sikerült eljuss, új életet kezd? Két opció volt éppen a Péterrel, amikor jöttünk az Erkárpáti Péterre, pont az út közben egy téma volt ez a sztori is, hogy mi lett volna, ha nem kapnak el. És ugye két forgatókönyv volt, egyrészt, hogy lelépek, lemegyek a karibi térségbe, volt nálam 18 millió forint 99-ben, az viszonylag nagy összeg volt akkor, és abból el tudtam volna kezdeni egy szerény életet, egy kis halász faluban, ott egy kis kocsmát csináltam volna. A másik forgatókönyv az volt, hogy fölmegyek a hegyekbe, és elszegődöm juhásznak, és hát a kutya nem talált volna meg, mert fölmegyek a havasokba, ott évente kétszer lejövök, a pálinkám meg a pián megvan, akkor már hova mászkáljak. De hát ugye az élet úgy akarta, hogy meg a sós úgy akarta, hogy ne ez legyen, és azt gondolom, hogy ez így van. Így van. Azt gondolom, hogy ez így kerek, hogy pont került a történet végére, és elkaptak, megkaptam a büntetésemet, leültem, és most már nem kell menekülnem, nem tudok hova menni, ugye van a világon hozzávetően 10 ország, ahol egyáltalán az Interpolnak a keze nem ér el. És többek közt ilyen Afganisztán, Tadzsikisztán, az ember azért valljuk be, nem szívesen megy ilyen országokba a körözés alatt, úgyhogy úgy vagyok ezzel, még pásztornak se. Még pásztornak se, igen. Mujahednek nem akarok menni. De nem így történt. Nem így történt, és ez pont ettől kerek a sztori, hogy tulajdonképpen a sóstól visszakaptam nagyon sok mindent, és hálás vagyok az Isteneknek, hogy egyáltalán van családom, van gyerekem, van most már két gyerekem, tehát tulajdonképpen a bakkancs listámon, jó, egy Maserati azért elmenne már, bocsánat, ez nem a reklámhelye, egy Quattroporte, de ezt leszámítva tulajdonképpen megvan mindenem, és egy dolgot kérek a fennvalótól, hogy legyen még jó néhány évem, hogy a gyerekemet tudjam nevelni. Említetted az Újpestet, ugye aki mondjuk csak a filmet látta veled kapcsolatban, az azt hiszi, hogy az nem is volt benne az élet. Ugye nagyon sok olyan dolgot kellett hozzátenni a filmhez, hogy egy picikét akciódúsabb legyen, egy picikét amerikaibb legyen. Bocsánat, kb. 85%-a megtörtént. A helyszíneket kellett megváltoztatni, ugye a több száz nőből kellett egy karaktert csinálni, a 30 bankból kellett hatot csinálni. Tehát tulajdonképpen itt azért összeket, ugye mivel nem dokumentumfilm, ezért a rendezőnek volt mozgástere. Tehát például Erdélyben nem tudtunk forgatni. Nagyon sok néző valószínűleg nem tudja. Tehát ugye egy stábot kiviszel külföldre, akkor dupla gázsit kell fizetni. Ugye nekik van ez egy ilyen bónusz, amit ugye ki kell a stábnak fizetnie, és illetve a producernek ki kell fizetnie, és emiatt voltak úgymond ilyen kegyes csalások benne. Nem azt mondom, hogy tökéletes a film, de lényegében a második legnézettebb magyar film. Ez nem az én érdemem, hanem a Nimrodnak az érdeme, illetve a színészeknek az érdeme, de összességében azt gondolom, hogy egy óriási dolog, hogy az emberről film készült. Persze emiatt is rengeteg kritikát kaptunk, ekésztek folyamatosan, hogy miért kell egy bűnözőről filmet csinálni, tehát olyan szintű, főleg a Nimrod, hogy miért kell egy piedesztára emelni egy bűnözőt, aztán kiderült, hogy a film nem erről szól. Tehát itt nem arról szól, hogy a fiatal menjen bankot rabolni, és akkor majd híres lesz és gazdag lesz, hanem pont arról szól, hogy az ember elkövet valami ostobaságot, és ott van számonkérés, és van katarzis a filmben, mert nem úszod meg. Tehát ugye amerikai filmeknél is van egy alapkoncepció, meg alapszabály, hogy a bűnös nem úszhatja meg. Tehát ugye az összes amerikai filmet megnézzük, akkor az van, hogy a gonoszt vagy a rossz fiút mindig elkapják. És ez a sztori nem arról szól, hogy ez egy fikció, hanem ez egy valós történet, ahol a gonoszt vagy a rossz fiút zsaruk elkapták, leült a büntetését, most kint van, és éli az életét, és tulajdonképpen ez egy nem azt mondom, hogy tanulságos történet, de abból a szempontból tanulságos, hogy van visszaút a társadalomba. És mindig ezt szoktam mondani, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy megcsináltam azt, amit csináltam, hanem azzal foglalkozzunk, hogy ha valamit az ember elkövet, azért bűnhődjön, és utána kezdjen új életet. Ez az egésznek a kulcsa, nem az, hogy
haknizok azzal, hogy én kiraboltam X bankot. Nem. Ez egy rossz döntés volt az életemben. Sajnos nem az olimpiai tablón vagyok, hanem most nemrég voltam a Börtönmúzeumban, és ott egy elég komoly tablón van, illetve elég komoly erekli gyűjteményem. És hát nem szívesen lennék ott, de ha már az élet úgy hozta, akkor úgy vagyok vele, hogy igyekszem ezt a részét arra felhasználni, hogy igenis van visszaút a társadalomban. Gondolkodtál a sporton, miután kijöttél? Vagy a hoki igazából annyira nem volt neked, jégkorong nem volt neked annyira fontos, egy megélhetési lehetőség volt, egy mellék vágány volt, vagy ebbe gondolkodtál te komolyan? Maga a sport, abból a szempontból voltam hátrányban, mert ugye 4 évig én Erdélyben nem jégkorongoztam, és 16-tól 20 éves koromig nem voltam jégen. Amikor Újpestre kerültem, a korcsát nem tudtam felvenni a lábamra, tehát én kiestem pont abból a szakaszból, amikor egy fiatal szervezet fejlődik. A sport az mindig is fontos volt az életemben, én reggel 8-kor kiraboltam a bankot, 9-kor ott voltam edzésen, tehát én soha nem hiányoztam edzésről. Egyetlen igazolt hiányzásom volt, az 99. január 15-én Újpest hadi meccs, és ugye nem jelentem meg sem én, meg sem a bűntársam, ugye ismerjük az okokat, hogy miért maradtunk távol, de ezt leszámítva én amennyire... Arra nem kaptál fizetést akkor arra napra? Egy időben kaptam, de annyi volt, hogy a kocsit meg tudtam tankolni, tehát ugye nem erről szólt, hanem tényleg szerettem, az más kérdés, hogy nem voltam egy tehetséges kapus, viszont amikor kijöttem, úgy gondoltam, hogy nem lenne szerencsés. Volt egy osztrák tévé, aki fölkért szakkommentátornak, és nagyon komoly pénzt felajánlott, nem mertem bevállalni. Egyrészt a múltam miatt, másrészt meg lehet, hogy sok szülő azt gondolná, hogy mi az Istent dumálok én, vagy egyáltalán miért próbálok én bármit is mondani. 13 év után tudtam és követtem folyamatosan nem csak a jégkorong eseményeket, hanem egyébként a magyar sportot is, ugye bent a börtönben tudtam tévét nézni, és olimpiát is úgy néztem, hogy külön engedélyt kellett kérjek, hogy a 2000 Sydney olimpia az éjszaka volt, és akkor én éjszaka tudtam a tévét nézni, és ezért a börtönparancsnok volt annyira jó felgyengedte. De összességében azt gondoltam, hogy nem lennék hiteles nagyon sok szülő szemében, mert egy börtön megjárt ember ne ossza az észt a gyerekeknek. A filmen kívül, ugye itt az évek során említetted, hogy közel 10 éve, hogy szabadultál. Megjelent 2 könyv is veled, illetve a múltaddal kapcsolatban. Ebből az egyiket te követted el. Jól tudom? Így van. Tehát, ha jól számolom, mert ugye vannak olyan könyvek, amik még nekem sincsenek meg, azt hiszem, hogy 7 könyv jelent meg az életemről. És van olyan, ahol 2-nél voltam társszerző, van, ami saját könyv, van, amit amerikai srác írt, van, amit a tanárom írt, van, aki olyan könyv is, amit a volt rendőr, aki benne volt az ügyben, aki sajnos nem él, nem általam miatt, nem azért nem él, mert én elintéztem, hanem sajnos meghalt. Tehát ugye a tanárom írt könyvet, akkor egy televíziós főszerkesztő írt könyvet, egy újságíró írt könyvet, tehát ugye nagyon sokan próbáltak úgymond belőlem egy kis aprót összehozni, csak egy nagyon rövid szösszenet. Ugye az amerikai könyv, ami így az amerikai piacra készült, az most már a perzsa nyelven is ugye podcast jellegen lejött, és a srác keresett rajtam 800 ezer dollárt, én kaptam 1000 dollárt, meg egy tornacipőt. De megvan a tornacipőm, úgy vigyázok rá, mint a Szent Grálra. Tehát azért mondom, hogy pár ember azért úgymond meggazdagodott, meg nem beszélve az ügyvédemről, akire sajnos én szabadítottam rá az országra. Nem mondom a nevét, mert nagyon sokan ismerik, majd műsoron kívül elmondom, hogy kiről van szó, ország fogod te is tudni. Tehát én nagyon sok embernek kikapartam a gesztenyét, de hát ez a dolgom úgy néz ki. Beszéljünk a jelenről. Elég elfoglaltak a mindennapjaid, ahogy említetted, 2 gyermeknek vagy a büszke apukája. Nem tudom, hogy el lehet-e mondani, próbálsz minél több időt velük tölteni értelemszerűen. Ennek ellenére ugye a kerámiák, illetve nagyon sok olyan edényt készítesz, ami... Tehát mondjuk meg, magyarul ebből élsz jelen pillanatban. Ebből is, ugye nyilván ezek funkcionális kerámiák, tehát az azt jelenti, hogy használható kerámiák, plusz ugye tartok csapatépítő tréningeket, workshopot tartok, néha megkeresnek különböző televíziók, és azt itt szeretem, itt is szeretném mondani, hogy soha egyetlen egy főszerkesztőnél nem jelentkeztem, hogy jó napot kívánok, szeretnék bemenni szerepelni. Én soha senkit nem hívtam föl, és nem is fogok fölhívni, hogy szeretnék való szerepelni. Én már azt hiszem, hogy szokták mondani, hogy mindenkinek jár 15 perc világhírnév. Én már kimerítettem ezt a hírnevet, meg talán még a világot nem annyira, de Magyarországot mindenféleképpen, meg Kelet-Európát. Ugye a legutolsó könyvem a szlovák nyelven jelent meg, és ott meg úgy van szlovákul, Lupit Gentleman, tehát ugye tótok nem tudják rendesen lefordítani. Mit akartam volna, elkalandoztam, de a lényeg az, hogy
igyekszem a több lábon élni, tehát hogy van egy saját gyümölcsösöm, disznót vág, most például disznót vágok, nem sokára savanyúságot teszek el, házi kenyeret sütök, pityókás, csülkös kenyeret sütök, mondom, tartok csapatépítő tréningeket, workshopot csinálok, ami azt jelenti, hogy ugye a Covid miatt most nem nincsenek nagy vásárok, éppen ezért 6-8 ember tudok fogadni hétvégente a műhelyben, és akkor közösen dolgozunk, főzünk rájuk, és megy a sztori, közben megiszunk egy-két felest alkotói válságban, nyilván ilyenkor azért az ember ez belefér, és mindenkinek van sikerélménye. Tehát ugye mindenkit úgy engedek el a műhelyből, hogy közösen valami kis hamutálat, vagy egy kis bögrét, vagy egy boros kupát, vagy valamit csinálunk, azokat én kiégetem, elküldöm. Tehát nagyon fontos az, hogy a családom ugye a gyerekek miatt, például a fürdés a lányommal, az minden este azt én vállalom. Tehát ugye, ha otthon vagyok, akkor az én reszortom. Tehát napközben elviszem, akármennyi munkám van, elviszem sétálni. Tehát most a karácsonykor ez ilyen dili ház. Tehát ugye néha meghívnak különböző helyekre, plusz ugye az éjszakám az arról szól, hogy hazamegyek, kemencét szedek, napközben meg ugye hónap az utolsó nap, hogy csomagot fel tudjam adni. Tehát ez ma nem arról szól, hogy hátadőlök és számolom az elásott lóvét. Sajnos azt elpattintottam, úgyhogy igazából, bár szoktam mondani, hogy soha ne kérdezzék meg, hogy hová ástam el, mert az titok. Minden másra válaszolok, de viccet véletében mondom, hogy 37 rúgóval jöttem ki a börtönből, ami valljuk be, az egy jobb helyen egy vacsora, és onnantól kezdve nézhetsz megint valami bank után, hogy valami történjen. Néhány évvel ezelőtt itt Debrecenben is találkozhattak veled. Nagyon sok ismerősöm nem akarta elhinni azt, hogy ugye te most nagyon sokat szerepelsz tévében is, meg nagyon sok helyen lehet téged látni, és mondták, hogy nem, az biztos, hogy nem az Attila, biztos nem a viszkis. Hát miért árulná ő a saját dolgait, hogy nem fogtán ott fagyoskodni? De tudjuk, hogy ez így van. Én, nekem egyetlen kérdésem lenne, még bocsáss meg, hogyha mondani szeretnél valamit, beléd folytatom a szót. Nem csak annyi, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ez egy nagyon kemény élet. Én 10 éve csinálom ezt a piacozást, a napi 10-valány órát kint a melegbe, a fagyba, nem panaszként mondom, csak próbálja ki az, aki esetleg elmegy a standom előtt és fikáz és jelzők el illet. Hát bírom a kritikát, tehát nincs ezzel gond, de abba gondoljon bele, hogy inkább ott árulok, ott fagyoskodok, mint hogy elvegyem a pénztárcát, vagy bemenjek egy bankba. Kétszer voltam bankba, és mind a kétszer lefagyott a rendszer, tehát már bankba nem járok, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon gyilkos munka, és sajnos az nem működik, hogy kiteszek két nagy mellőhölgyet, akiket majd nézegetnek, tehát én ott kell legyek. Tehát én úgy tudom eladni a termékeimet, hogy ott vagyok. Tehát ugye egy dedikálás, egy személyes beszélgetés, és nagyon sokan például a hatóság részéről is vásárolnak tőlem, rendőrök, ügyészek, bírók, és nem azért fognak velem kezet, mert én fasz a csávó vagyok, hanem azért fognak velem kezet, mert újra tudtam kezdeni az életemet. És azt mondom, hogy ez az egésznek a lényege, hogy amikor jönnek a gyerekek, és hogy a bácsi fotó, és mondom, legalább tudjátok, ki vagy. És néha jönnek, hogy mondják, hogy hát nem, de mondom, akkor miért akarsz velem fotót? Hát aztán az apám ide küldött, mondja, az apuka ismer, ő nyilván nem mert oda jönni, és ezekkel nem nagyon tudok mit kezdeni. De összességében azt gondolom, hogy pont az egésznek ez a lényege, hogy tisztességesen eltartsd a családodat, és hogyha ennek ez az ára, hogy napi 16 órát kell kint fagyoskodnom, akkor 16 órát fagyoskodok. Hát a vásáron kívül. Akkor majd jövök. Azért várom szeretettel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. Rövid szünet után folytatjuk. És akkor a rövid szünet után már folytatjuk is innen a Lábasházból. Második vendégem Erkárpáti Péter. Mindenki így ismert téged? Dehogyis, nem, rendszeresen utcán. Andriskám, mikor megy vissza a sorozatba? Már meghaltam, tudod, és utána még ment a sorozat. De ez kizárók, hát attól még visszamehetsz. Hát egyébként ki lett találva, hogy képzeld, ki volt találva, hogy átmegyek a jóban rosszbanba, hogy egyszer csak a klinikára behoznak egy ilyen palit, mert ugye én úgy haltam meg a barátok közben, hogy leesek a tetőről. És ott, de nem mutatták, hogy le vagyok esve, tehát eshettem én egy szénaszállító kis teherautóra, és teljesen minden. És volt róla szó, hogy átmegyek a jóban rosszbanba, és ott a klinikára behoznak egy ilyen palit, aki teljesen amnéziás, de hát én meg össze van zúzva, meg minden, és abból lehetett volna egy szállat csinálni, hogy ki ez a pali. Tehát mekkora só lett valami, csak aztán nem lett. És teljesen új néven tovább futsz. És akkor igen, és a nézők nézte, nem értették volna most, ez, hogy van ez, nem a izéből, vagy hogy van. Érzed-e? Na mindegy, voltak ilyen praktikák, de hát azóta mind a két sorozat már fönn van a mennybe. Milliószor megkérdezték már tőled. Amikor fölkértek téged erre a szerepre, legyél őszinte, hány évet satszoltál neki? Én végtelenül optimista ember vagyok, és azt gondolom, hogy ami jó, azt csináljuk 100 évig.
Hát én ilyen teljesen ilyen Pán Péter szindróma-szerűen vagyok egy gyermeki pali, aki 60 éves kora ellenére rá tud csodálkozni ezekre a dolgokra, és azt gondolja, hogy ami jó, az hadd menjen. Tehát én mondtam, csinálom nyugdíjig, vagy halálomig. És lehet butaságot mondok, de azért a barátok közt előtt túl sok olyan tévés sorozat nem nagyon volt Magyarországon. Jó, most nem a Szomszédokra gondolok, de ugye a Kereskedelmi Csatorna hajnalán ez az első ilyen és nagyon hosszú. Már akkor úgy lett tervezve, hogy ez segíts ki egy picikét, hány részt élt ez meg? Hú, nem tudom, 21 évig ment a buli. Nem tudom, felnőtt rajta egy generáció. Minden héten 5 adás. Ez nektek gyakorlatilag ez volt az életetek? Ez. Gyakorlatilag ott kellett állni, és hát dolgozni kellett. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-tól éjjel 10-ig mindenki mindig bent volt, nem, hanem ugye forgatás technikailag összerakták az egy helyszínen játszódó jeleneteket, hogy ne kelljen kamerát mozgatni meg egyéb. És akkor az összes aheti jelenetet azt ott abban a díszletben rögzítették. Aztán változott a díszlet, másik díszletben ott is lement. Ez azt jelentette, hogy volt olyan, hogy reggel 8-kor volt egy jelenetem, és vissza kellett mennem mondjuk este 6-ra. Olyan is volt, hogy egész nap benn voltam, mert valamitől éppen rólam szólt a történetnek a folyománya, vagy folyása, és akkor végig benn voltam. De voltak olyan napok, mikor nem volt rám szükség. Gondolom azért nem csak... De elég komoly baráti kapcsolatok alakultak itt ki, illetve családi szót akartam használni. Hát aki látott egyrészt is a Barátok közből, az tudja, hogy egy nagy családról szól az egész a hozzájuk tartozó különböző barátokkal. Ez azért gondolom kialakult köztetek magánéletben is. Igen, hogyne. Hiszen gondolod el, ez egy olyan társaság volt, ahol már eleve nem volt például szerepféltékenység, ugye, ami mondjuk egy színházi társulatnál néha-néha talán előfordulhat, de ott meg nem volt, mert én nem játszottam el a Magdi anyust, bár biztos nagyon érdekes lett volna, és ő se engem. Tehát már eleve volt egy olyan attitűd, ami nem volt zavaró tényező. És ettől függetlenül ugye színészek, azok kicsit érzékenyebbek, nyitottabb lelkűek, és azért kialakultak azok a baráti kapcsolatok, amelyek azóta is tartanak, fennállnak, hogy már nincsen sorozat. Lehetett volna ezt a végletekig húzni? Én szerintem lehetett volna, csak én azt gondolom, hogy én ha én vagyok az egésznek a döntnöke, akkor talán egy kicsit máshogy csináltam volna, de azt is hozzá kell tenni, hogy én laikus vagyok, tehát a televízió sorozat csinálás, ez egy külön műfaj. Tehát én, mint egyszerű színész, nem hinném, hogy én olyannyira értenék hozzá. Én például nem csináltam volna meg azt, hogy életszerűtlenné vált a végére a sorozat. Meg kezdetben, amikor elindult, ugye egy tükröt tartott a társadalomnak. Tehát minden néző otthon a képernyő előtt fölismerte az úgynevezett archetípusokat. Ugye a dörzsölt vállalkozó, a tutyimutyi lúzer, mint a Laci, pletykás öregasszony, mint a Magdi anyus. Tehát ez mindenkinek, minden nézőnek a környezetében megvannak ezek az archetípusok. És akkor így figyelhették, hogy tényleg, hogy a tévében hogy keverik a szálakat, és hogy az életben is rá lehet ismerni ezekre a folyamatokra tulajdonképpen. És ezért volt tükör, egy társadalmi tükör. Aztán, amikor arról beszélek, hogy ez egy kicsi életszerűtlenné vált, akkor például ilyenekre gondolok, hogy ugye nyilván a nézettség növelése miatt be kell dobni dolgokat, és akkor ezen az úton próbáltak el, hogy például a szexet egy kicsit felerősítették, az én halálom is a nézettség oltárán történt meg. Tehát vannak ilyen próbálkozások, amelyek lehet, hogy ideig, óráig valóban leültetik a képernyő elé az embereket, viszont el is távolítja őket talán éppen azért, mert elveszíti a realitását a történések folyamata a néző szemében. És lehet, hogy a Juli néni, nem tudom, Verpeléten nem tudja megmondani, hogy miért nem jó, csak azt mondja, hogy ez már nem az. Tehát nem tudja konkrétan elmondani, hogy ez ezért, meg ezért nem jó, stb. Nem is dolga.
mert ő néző, és ő szórakozni szeretne, de azt érzi, hogy ez már valahogy egy kicsit más. Én elhiszem, hogy a televíziózásban lévő hatalmas verseny itt a televíziós piacon mindig megköveteli a mindig újat, mindig újszerűt felmutatását, és lehet, hogy ezek nem voltak eléggé átgondolva, ezek a történések, mert ha talán egy kicsit máshogy vezetik a vonalat, lehet, hogy több időt ért volna meg ez, de ugyanakkor lehet, hogy botorságokat beszélek, mert egyszerűen ez az 1998-ban elkezdett műfaj mára 2020-as évekre egyszerűen idejét múlt formátummá vált. Tehát a televíziózási szokások egy kicsit megváltoztak, és ez a formátum már nem biztos, hogy belefér. Bár ennek ellent mond az, hogy ugye millió sorozat van, különösen most van Netflix, meg nem tudom hol, meg különböző platformokon, akár a televíziós platformokon, de akár a világhálón is vannak ezek a sorozat őrületek, és mindenki teljesen oda van értük. Tehát nem tudom, hogy hol az igazság. Ez egy nagyon bonyolult műfaj, hogy ezt jól tudja valaki csinálni, és sokáig piacon tudjon maradni vele. Kedves Péter vagy András. Hallgatok mindenre. Azért is mondtam az András, mert életed egy meghatározó része ez a szerep. Ennek ellenére, aki ismert téged, azt tudja, hogy én legalábbis akkor mondom azt, hogy én három dologgal kapcsolatban ismertem meg a nevedet, ebből az első a Berényi András, utána jön néhány olyan könyv, illetve egy egész gondolati elv, illetve egy ideológia, amiről mindjárt beszélünk, illetve a kapcsolatépítés. Ugye nagyon sok emberrel tartod a kapcsolatot, nagyon sok emberrel beszélgetsz, illetve előadásokat tartasz, talkshow-kat tartasz, tehát ez a harmadik rész. Beszéljünk egy picikét arról, ami négy, illetve nem sokára megjelenő ötödik könyveddel kapcsolatban, a halál közeli élmények, illetve hasonló gondolati síkok, ez honnan jött neked? Ezt átélted, vagy egyszerűen csak érdekelt a dolog? Így első hallásra a nézőknek gyakran megesik, hogy meghallják, hogy a halál közeli élmények, ugye amiről én írtam, néhány könyvet csináltam, dokumentumfilmet, és van is egy műsorunk, amit igaz, már csak ismétlésekből áll a hatos csatornán, megijednek, így averziót éreznek, eltartják magukat, jó, ez valami halállal kapcsolatos dolog, nem szeretjük. És ez teljesen jól van így, hiszen az egészséges emberi psziché minden ismeretlennel szemben, meg amihez szomorúság szokott társulni, az iránt ilyen eltartó. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a halálközeli élmények, mint élettani jelenség, tehát nem spirituális, nem ezoterikus szemszögből láttatva, hanem mint valós élettani jelenség, ennek utána járva kiderül, hogy ez mind ezeknek az ismerete mind hozzájárul a gyászélmény feldolgozáshoz pozitív értelemben, illetve a saját valamikori elképzelt halálunkat övező esetleges szorongásokat is oldja. Tehát nagyon jó ilyen szociológiai oldala is van ennek, azon kívül, hogy nagyon sok ismeretet lehet szerezni, és ahogy az ember egyre jobban belemegy, annál több a kérdőjel. Nagyon érdekes. Én azért álltam egyébként neki, visszatérve a kérdésedre, nekem nem volt ilyen halálközeli élményem, sőt, én egy szkeptikus szemszögből álltam ehhez hozzá. Csak feltűnt az, hogy miért szinte csak spirituális és ezoterikus megközelítésekkel lehet találkozni a könyvtári irodalomban, vagy az internetes irodalomban. Miért nincs egy élettani jelenség, holott számtalan orvos ismerősöm van, akik elmesélik, hogy a betegeket miután visszahozzák a klinikai halálból, különös élményeket mesélnek el a betegek nekik, megbízva az orvosban. És van orvos, aki ezt nem tudja hova tenni, van orvos, aki ebben hisz, és van orvos, aki ezt elutasítja, és betudja a kemikalizáció által kiváltott tudati produktumnak. Tehát ugye ez az élő tudat terméke, ezek a vizionációk. És szkeptikusokra szükség van, mert ne higgyünk el mindent bemondásra. Viszont vannak olyan
elmesélések, amelyek utólag igazolhatók. És természettudományos módon nem tudunk rá magyarázatot adni. Mondok egy példát, műtét közben elveszítik valakit, ezek magyar esetek, és sokkal több van belőlük, mint sem gondoltam volna én is, mielőtt nekiálltam kutatni ezt a témát. Elveszítik a műtőasztalon egy műtét során, majd visszahozzák, ugye a klinikai alából, és utólag elmondja a páciens, hogy döbbenten konstatálta a műtőlámba tetején ott felejtett csavarhúzót. És akkor fölmennek egy létrával, vagy nem tudom mivel, és ott van egy ott felejtett csavarhúzó. Erről az átélőnek nem lehetett információja csak úgy, ha hitelt érdemlő az, amit ő elmond, hogy ő kiszállt a testéből, és ilyen 3-5 méter magasságból látott rá a saját testének az újraélesztési kísérleteire. És közben ott ő látta meg a csavarhúzót. Hiszen ugye, mikor bevisznek valakit műtőbe, már eleve altatva viszik be, a szemei nedves géz labdacsokkal kiszáradás ellen le van fedve. És csak a műtéti terület van kivágva. Egyébként is le van fedve, meg ott áll a fején az altatorvos, stb. Tehát ott gyakorlatilag ő olyan állapotban van, amikor a tudomány mai állása szerint a perceptuális érzékei, látás, hallás nem működnek, mert ki vannak kapcsolva. Ennek ellenére visszajön, és elmondja, hogy mit beszéltek az orvosok, mikor kijött be, ki ejtette le a, nem tudom, az injekciós tűt. Elmondja, hogy kinézett az ablakon, látta a forgalmat. Na most ezt hova teszed? Tehát téged, bocsánat, akkor... Hát ugye az volt a kérdés, hogy nekem volt-e ilyenem, nekem nem volt ilyenem, de ez engem érdekelt, és ennek jártam én utána, és Pap Lajos szívsebész professzor kérte meg a harmadik, negyedik könyvemnek az ajánlóját írja, és ő először kétkedve fogadott, hiszen egy sorozatszínész mit tudhat, ezt mindig el is mondja, vannak ilyen közös beszélgetős műsoraink, mint ahogy most is remek alkalommal kiváló Ambrus Attila barátommal. És ő az ilyen alkalmakkal a professzor mindig elmondja, hogy ő nagyon szkeptikusan fogadott engem, mit keres egy színész a tudomány területén. Én nem tudományos könyvet írtam, én nem értek a tudományhoz. Én leírtam azokat az interjúkat, amit az átélők elmondtak nekem. Megtiszteltek a bizalmukkal. Leírtam azt, hogy szívsebészek, hogy látják ezt a dolgot. Leírtam azt, hogy a vallási vezetők, tehát nem csak az ábrahámi vallási vezetők, hanem a többi vallási vezetői is Magyarországon azért meg lehet találni szinte minden vallásnak a vezetőjét, hogyan vélekednek a halál közeli élmények létéről, minek tulajdonítják ezeket. Pszichológusokkal beszéltem. És ezt így egybefűzve kiadtam egy kötetbe, és a Pap Lajos jelezte, hogy Európában ez egy egyedülálló kötet, tehát nincs sehol olyan, ami minden szemszögből közérthető nyelven, tehát nem akadémikusi szigorral megírtan, az emberek elé tárja, amit lehet tudni ma erről a különös jelenségről. Tehát itt igazából nem is a halálról beszélünk, hanem halál közeli élményről. Halál közeli élmények, igen. Uh-huh. Ezt nem beszéltük meg előre ezt a kérdést. Amikor megírtad ezt az első könyvet, tehát gyakorlatilag elkezdtél foglalkozni, ugye volt a sorozat is, dokumentum sorozat is, azóta veszítettél ele valakit úgy, hogy gyakorlatilag másképp néztél már a halál közeli élményre, a halálra, a végre, az emberi életnek a végére? Hát nagyon érdekes, ugye én ezekben a kötetekben megszólaltottam Vekerdi Tamást, Jókai Annát, Benkő Lacit, sorozat zenéjét is ő írta egyébként. És ők nyilatkoznak, hogy mit gondolnak a halálközeli élményekről. Azóta ők már nincsenek közöttünk, és mindig arra gondolok, hogy milyen érdekes, hogy ők elmondtak valamit, és lehet, hogy most már meg is élik ezt a dolgot, ha hiszünk abban, hogy léteznek, tehát hiszünk abban, hogy a fizikai halál után létezik valamiféle tudati túlélés.
Mennyiben változott a hozzáállásod a onnantól kezdve, hogy te szkeptikusan elkezdtél foglalkozni ezzel a témával, és most, hogy gyakorlatilag már az ötödik könyvet fog megjelenni? A kutatásaim hatására, tehát mondom, hogy szkeptikus voltam, vagyok, kutatásaim hatására azt tudom mondani, hogy te most megkérdezed tőlem, hogy van-e élet a halál után, én azt válaszolom, hogy nem tudom. Azt tudom, hogy a fizikai halál bekövetkeztekor, pontosabban, hogy mondjam, a klinikai halálra vonatkoztathatjuk, hiszen a fizikai halál után nem jön vissza senki. A klinikai halál bekövetkeztekor, mikor megindul lassan a bomlás, és ugye az agyi idegsejtek, most nagyon pongyalán fogalmazok, az agyi idegsejtek kb. 5 perc múlva, ha nincs tápanyagellátás, akkor egyszerűen visszafordíthatatlanul mennek tönkre. Ez után még mérhető tudati jelenlét van, amit EEG készülékkel mérnek, holott azt már nem mérhetnék. Egy, kettő. Annak az ismerete, hogy a test nélküli tudat képes a testen kívülre jutni krízis helyzetben, ami elképzelhetetlen. Mondok egy példát. Elkerülhetetlennek hitt autóbaleset, majd egy utolsó manőverrel ki, és utólag végigfut az élete a sofőrnek, és azt mondja, hogy egy külső szemszögből látta magát, illetve látta a két gépjárművet. És ilyenkor olyan észleletekről számol be, amit a vezetőülésből nem láthatna. Tehát ez is a visszaigazolható történet. És ezek alapján kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogyha kizárólag az ő által megjelölt helyzetből volt képes ismeretekre szert tenni, akkor azt kell mondanunk, hogy bizony krízis helyzetben a test nélküli tudat képes arra, hogy külön váljon a fizikumtól. Ez nagyon érdekes. A harmadik pedig az evolúció kérdése. Vajon a halál közelében a járó embert miért ajándékozná meg az evolúció egy megnyugtató, pozitív hallucináció sorozattal, hiszen, ugye ezt tanultuk az iskolában, hogy az evolúciónak egy fő csapása van, a vérvonal továbbvitele. És semmi fölösleget nem csinál az evolúció. Vajon a halál végén álló embert miért ajándékozná meg, hiszen a halál végén járó személy már elveszőben van a faj számára. És nem osztogat ilyen grátis ajándékokat az evolúció. Nagyon sok ilyen összetevője van, de a legerősebb és a szkeptikusok, amire nem szokták tudni a választ, az, hogy ez a testen kívüli élmény, amikor ilyen észleletek vannak, hogy bemondja az őt elgázoló autónak a rendszámát. Vagy leolvassa a műtő fölött egy emelettel lévő orvosi szobában lévő tábláról, akik még műtétre vannak kiírva, és ez igazolhatóan az, úgyhogy például történetesen ez egy asszony, ez mind a két szemére vak egyébként. Különös dolog ez. Nagyon érdekes, és biztos nagyon érdekes. Én nagyon szívesen, tehát én 150 előadáson vagyok túl a halálközeli élményekről. Ez nem egy félelmetes téve, sokkal nyitottabban távoznak erről az előadásról a nézők, mint jönnek. Tehát itt mondom neked, hogyha én kapok hozzátok megkívást Debrecenbe, én nagyon szívesen eljövök, megmondom miért. Nekem nagyon fontos az, hogy ezek az ismeretek minél jobban beemelődjenek a közbeszédbe, pont azért, hogy ne féljünk. Ez a magánjellegű dolog, de azért elmondanám, mert sokszor fölhoztad, hogy ezek ugye magyarországi és helyi, és nyilván ettől sokkal hitelesebb a dolog. Azt hiszem, hogy itt mondtad, hogy félnek az emberek egy picit ettől a témától, félünk az ismeretlentől. Nagyon érdekes azt látni, hogy például Mexikóban, vagy más
akkor azt mondom, hogy más népcsoportoknál mennyivel másképp állnak a halálhoz. Tehát nem félelemként, hanem egy következő lépésként élnek, gondolnak erre. Ebből adódóan valószínűleg teljesen más gondolati síkon foglalkoznak azzal is, hogy ha valaki halál közeli élményben van. Tehát egész érdekes lenne azért foglalkozni azzal is, hogy ők miként élik ezt meg, illetve hogy mennyivel nyitottabbak ezek a népek, ezek az emberek például magának a halálnak a fogalmával. Hát nyilvánvaló, amire te utalsz, ugye elsősorban a távol-keleti vallási kultúrák, több ezer éves vallási kultúrák máshogy állnak ehhez a kérdéshez. Itt az ábrahámi vallásokban, itt nyugaton, pedig ugye nem a reinkarnáció a fő hit, hanem a feltámadás, ami két elementálisan különböző dolog. Nálunk a gyász fekete, tőlünk keletre, illetve a távol-keleten ott fehér, már csak a ruházat is. Ott énekelnek, táncolnak, így ahogy mondod, ráteszik a halottat a, nem tudom, a folyóra, és akkor ott leúszik valami fa tákolmányon, nem tudom, és énekelnek, táncolnak, örülnek annak, hogy ő továbbment egy szebb, boldogabb jövő világba, már a halottnak a lelke. Nálunk ilyen ismeretek nincsenek, hiszen a sok-sok évszázad óta meglévő monoteista vallásoknál a menny, purgatórium, pokol hármas az, ami működik, és itt nagyon kevés szó esik arról, hogy esetleg a test és a lélek az nem egy, hanem az két külön dolog. Már legalábbis ebben az értelemben. Ahogy említetted, tehát több előadást tartottál, illetve nagyon sokat foglalkoztál a témával, azt hiszem, hogy nagyon hosszan tudnánk erről beszélgetni. Oh. Viszont szeretnék egy nagyon rövid időre rátérni a harmadik dologra, amit említettem. Ugye az a kapcsolatépítés, illetve a kapcsolattartás magyarországi ismert, elismert emberekkel, akikkel te beszélgetsz, talk show kapcsán, és ez most nem a reklámnak a helye, csak egyszerűen arra szeretni kitérni, hogy mikkel is foglalkozol. Említetted a szívsebész tanár urat, ugye, hogy vele is szoktál beszélgetni, említettük az Ambrus Attilát, illetve van több olyan személy, akivel te mondjuk azt, hogy rendszeresen szoktál beszélgetni nézők előtt erről, hogyha mondanál két mondatot. Hát gyakorlatilag ez ugyanaz, hogy te is szeretsz olyan emberekkel beszélgetni, akik új gondolatokat hoznak, és ezt szeretnéd ugye a kamerák és a kollégáid segítségével a kedves nézők elé tárni, hogy ők is ezáltal többek legyenek, úgymond. Tulajdonképpen ez az egyetlen motivációja az, hogy én is, akire én kíváncsi voltam és megtehettem azt, hogy megkértem arra, hogy mondja el a gondolatait, tiszteljen meg vele, és ezt elfogadták, annak én mindig örültem, és a tőlük jövő novumokat, azt akár közönség előtt, akár képernyők előtt örülök, hogyha eljut a nézőkhöz. Én azt gondolom, hogy a tudás megszerzése az egyik legfőbb jó a mi életünkben, földi életünkben, mert fontos és felvilágosít, és én ezt tényleg jónak tartom. Úgyhogy ahogy te is csinálod, ahogy más is csinálja ilyen beszélgetős módon, én is, mondjuk én nem vagyok egy képzett riporter, én általában inkább arra a platformra helyezkedem, hogyha én a nézők soraiba ülnék, én mit kérdeznék attól, aki ott van. És akkor én, mint Kárpáti Péter, ugyanúgy megkérdezem tőle. Tehát Ambrus Attilával is nem fogunk finomkodni, megkérdezem, hová ást el a pénzt. Ebben nyitunk. És elmondta? Majd kiderül az előadás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy kíváncsiak voltatok erre. Elfogadtad a meghívást. Remélem, akkor találkozunk a debreceni halálközeli élményekkel kapcsolatos előadásodon. Örömmel jövök. Köszönöm szépen. Köszönöm a nézőknek is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok!